Mondhatjuk, hogy 7 év egy ilyen verseny tekintetében már tényleg hagyománynak nevezhető? Hát mindenképpen, meg főleg abból a szempontból is, hogy egyre ugye növekszik azoknak a diákoknak a száma, akik részt szeretnének venni ebben a versenyben, és jó minden évről látni, hogy újabb és újabb arcok vannak, feltörekvő fiatalok, akik szeretnének sokat tanulni, és ez mindenféleképpen azt gondolom egy pozitív dolog. A Nemzeti Adó és Vámhivatal lényegében alapító tagja ennek a játéknak. A hozzáfűzött remények beválnak, tehát valóban az adótudatosság is emelkedhet azzal, hogy egyre több fiatal ismeri meg a körülményeit és a lehetőségeit? Ebben bízunk, ez mindenféleképpen egy fontos dolog, és a stratégiai céljaink között ez megjelenik, hogy adótudatosságra neveljük a fiatalokat, több ilyen programunk van, és ebbe beleillik a pénztárverseny is. Fontos, hogy úgy nőjenek fel a fiatalok, úgy tanuljanak, hogy a pénzügyi tudatosság, az adótudatosság az egy megszokott dologgá váljon az ő életükbe, hiszen akár mi lesz belőlük a fiatalokból, biztos, hogy ezek az ismereteikre szükség lesz. Azzal együtt, hogy kiemelkedő támogató a NAV, ebben az évben azért itt a regionális fordulóban különösen kiemelt szerepet kapott az adózás ügye. Különösen érdekes volt, hogy külföldi magyar diákok számoltak belőle. Mi volt a benyomásod erről? Nekik mindenféleképpen ez nehezebb feladat volt, hiszen talán a saját adórendszerüket jobban ismerik. Ennek ellenére nagyon ügyesen megoldották a feladatot. Ugye volt egy olyan feladat, amikor ugye ügyfélszolgálatos ügyintézőt kellett eljátszaniuk, és nagyon frappánsan kivágták magukat ezen feladatok kapcsán is, és én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen pozitív, hogy nem ijednek meg a feladatoktól a fiatalok, hanem tényleg alkalmazkodnak a helyzetekhez, és próbálják a legjobbat kihozni belőle. Biztos az, hogy az adótudatosságnak mindannyiunk boldogulásában egyre jobb szerepe lesz, hiszen azt lehet elosztani, mi bejön. Ebben az ügyben az adóhivatal rengeteg erőfeszítése látszik, hogy több eredményt is hoz. Azt gondolom, mindenféleképpen látszódik, hiszen hogyha az áfarésre gondolunk, amit az Európai Unió közé szokott tenni, akkor mindenféleképpen ez a pozitív tendencia megfigyelhető, hiszen évről évre csökken az áfarés Magyarországon, amit kimutatnak. Ez mindenféleképpen a fekete és a szürke gazdaságnak a szűkülését jelzi. A számítástechnika, az informatika egyre jobb teret nyer mindenütt az életünkben. Valamilyen módon ennek is lehet jól értelemben propagandája ez a játék? Mindenféleképpen, hiszen a feladatoknak az egy része is kitért erre a lehetőségre, és azt gondolom, hogy tényleg a jövő mindenféleképpen az elektronizációról szól. Fontos az, hogy az adózók a különböző ügyeiket minél könnyebben, minél egyszerűbben, lehetőleg elektronikusan, utazás nélkül el tudják intézni, és ebben a NAV úttörő szerepet vállal a közigazgatáson belül. Mindig megkérdezik, hogy az elmúlt évek alatt látszik-e a felkészültebb állapot a fiatalok körében. Persze mindig újak jönnek, ugye ezt nehéz összehasonlítani, de mégis a benyomás mi? Valóban nőtt az érdeklődés a pénzügyi tudatosság irányában? Én azt gondolom, hogy igen, ugye egyre többet hallják a fiatalok ennek a fontosságát, és szerintem mindannyian érzik is, hogy ezeknek a hiánya az a mindennapi életben is hátrányt jelent a számukra, akár tárgyasult formában, akár pénzügyi források tekintetében. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki hogyan gondolkodik ezekben a kérdésekben, mennyire használja ki a lehetőségeket, legyen az egy pénzügyi befektetés, vagy akár egy adókedvezménynek az igénybevétele. Hogyha ilyen ismeretekkel nem rendelkezik valaki, akkor anyagi hátrány is érheti. Az biztos, hogy a fiatalok egyre inkább szembesülnek ezekkel a kérdésekkel. Vajon az ilyen jellegű gazdasági változásokra is, akár az világméretű hírekre fogékonyabbak lesznek a fiatalok, jobban eligazodnak, hiszen egyre bonyolultabb a világunk, ha úgy tetszik. Van nehéz eligazodni, de arra kell fölkészülni, én azt gondolom mindenkinek, hogy folyamatos változásban élünk. Folyamatosan változik a jogi környezet, folyamatosan változik a gazdasági környezet, és ezekhez, hogyha nem tudunk alkalmazkodni, akkor hátrányban vagyunk mindenféle szempontból. És a fiatalok szempontjából is ez fontos, hogy erre fölkészüljenek, nyitottak legyenek, és nyomon kövessék ezeket a változásokat. Nagyon fontos tendencia, hogy játszva tanulunk. Ugye itt az iskolától eltérően nem csak a tananyagmássága miatt, de egészen más formákban szerepelnek a fiatalok. Ez a megközelítés, ez a törekvés a játéknak tovább folytatható, fejlesztendő, mi a megítélésed? Én azt gondolom, ez mindenféleképpen pozitív tendencia. Nekünk is az a tapasztalatunk az adótudatosság programunk kapcsán, hogy játékos formában sokkal könnyebben jutnak el az információk a diákokhoz, a fiatalabb korosztályhoz. Tehát azt gondolom, ezt mindenféleképpen ki kell használni, és föl kell használni azokat a technikákat is, amelyeket a mindennapokban használnak a fiatalok. Gondolok itt akár az internet adta a lehetőségekre, vagy különböző technikai eszközöknek a használatára. Ha ezeket kihasználjuk, akkor jobban el tudjuk juttatni az információkat a célzott közönséghez.